Köszöntöm a kedves hallgatókat és nézőket, és nagy tisztelettel köszöntöm Nógrádi Györgyöt, biztonságpolitikai szakértőt itt a stúdióban. Jó napot kívánok! Ez így csakolom, köszönöm. Szeretném kérdezni a NATO-val kapcsolatban több témáról. Ugye itt van ez a NATO misszió. Egyébként kezdhetjük akár ezzel is, kíváncsi vagyok a véleményére ezzel kapcsolatban. Ugye múlt héten járt itt Jens Stoltenberg, a NATO főtitkára Magyarországon, Orbán Viktorral tárgyalt, és egy olyan megállapodást kötöttek. Nyilván a nagy része zárt ajtók mögött zajlott, amiről nem fogunk tudni beszélgetni, de ami nyilvános, az arról szól, hogy Magyarország nem fog vétóval ellene állni a többi NATO tagország döntésének, viszont nem fog részt venni ebben a NATO misszióban sem. Hogyan értékeli magát ezt a megállapodást? Mert itt az elmúlt hét során lehetett hallani kritikákat is, meg lehetett hallani olyan véleményeket is, hogy mi aztán most nagyon jó dílt kötöttünk a NATO-val. Kezdjük az elején. A NATO 1949. április 4-én jön létre Washingtonba, célja a Szovjetunió föltartóztatása. Ez sikeres volt. Végmeltünk a történelmi, jön a rendszerváltás, szocialista világrendszer szétesik, Szovjetunió szétesik, óriási viták vannak a NATO-ba, hogy van-e a NATO-nak jövője. Én ezekben az években átlag 6 hónapot voltam a világ különböző pontjain konferencián, rengeteg NATO konferencián vettem részt, ahol a kérdés az volt, fönnmaradjon-e a NATO. Én minden esetben azt mondtam, hogy igen, csak új feladatokat kell találni. Na most ez nem nagyon sikerült. Németül volt egy olyan szó, hogy Feindbild, ellenségkép. Ezt kicserélték arra, hogy fenyegetettségi képbe Drohungsbild, de a kettő ugyanazt jelentette. Telnek múlnak az évek, az összes volt szocialista ország belép a NATO-ba, Európai Unióba. A Szovjetunió szétesik, van egy ukrán háború, stb. Mi a probléma? A NATO alapvetően védelmi szerződés. Mit vesz észre a NATO? Hogy a volt Szovjetunió területén vákum van. Az ázsiai köztársaságoknál élethalálval folyik a befolyásért, oroszok, amerikaiak, kínaiak, törökök közt. Nagyon érdekes lenne egyszer végigmenni a volt szovjet déli államokon, Kazasztán és a többi, hogy melyiknek mi a sorsa. Hát ha megnézem az örmény-azeri konfliktust, a világpolitika ott csúcsosodik ki, hihetetlen érdekes. Ukrán háború. 1991 óta Ukrajna függetlené vált. Mi a probléma? Gyakorlatilag a kormányok vagy orosz barátok, vagy nyugat barátok. A jelenlegi helyzetben a NATO abból indul, hogy Ukrajnát föl kell venni a NATO-ba bármiáron, ezzel közel kerülnek Moszkvához, nem Oroszországhoz, a orosz fővároshoz. Mi az orosz álláspont? Béke lehetséges, a 4 tartományt kérik, Donyeszk, Lugansk, stb. A Krimről tárgyalni is hajlandók. Ha valaki megnézi a mostani svájci csúcsot, rendkívül érdekes volt a Krim kérdését, már senki nem vette elő. Az ebből el lehetne vonni néhány konzekvenciát, és Ukrajna, mondják oroszok, nem lehet a NATO tagja. Ettől kezdve lehetséges tárgyalás. Mi a probléma? Egy, a NATO abból indul ki, hogy most még van X ideje, amíg január 20-án beiktatják az új amerikai elnököt. Ez vagy Biden lesz, aki nagyon szerencsétlen, vagy a republikánusok Trump. Nagyon nehéz mindkettő. Egyik 81 éves, a másik 79, mindkettő rendkívül megosztó személyiség. Mi volt a tárgyalás lényege? Magyarország azt mondta, hogy mi az Ukrajna melletti akciókban nem akarunk részt venni. A NATO védelmi szervezet, ez nem védelmi akció. Mi volt a NATO főtitkár Stoltenberg állásfoglalása, ezt elfogadja. Tehát én úgy értékelem, hogy a NATO találkozó, NATO főtitkár és a magyar miniszterelnök közt kölcsönös sikert hozott, kölcsönös kompromisszumot hozott, Magyarország elért, amit akart, a NATO elérte, hogy Magyarország ettől kezdve nem fog vétózni, de nem kell részt vennünk az akciókban. Ugye a sajtótájékoztatón, amit tartottak Orbán Viktor és Jens Stoltenberg részvételével, ott valaki föltette a kérdést Orbán Viktor számára, hogy ez mennyire garancia jövőre vonatkozóan, hogy Magyarország tényleg nem fog ezekben a missziókban részt venni, és azért ő egy nagyon realista választ adott erre Orbán Viktor, mert azt mondta, hogy ez most egy forduló volt, vagy egy kör volt, ebben most erre a megállapodásra tudtak jutni, de lesznek még valószínűleg ennek a háborúnak olyan kritikus pontjai, ahol újra és újra elő fognak venni bizonyos kérdéseket, ott majd újra meg kell ezt tárgyalni. Teljesen igaza volt. Hogyan látja egyébként, hogy ezek az újabb és újabb fordulók, például most ez a július elején NATO csúcs is egy ilyen forduló már, ahol megint újra lehet ezeket tárgyalni? Rendkívül érdekes, tudom, hogy kevés az időm, de mi a meghatározó mondat a NATO csúcs előtt? Az amerikai elnök bejelentette, hogy Ukrajna nem lehet a NATO tagja. Pont.
Mennyi van hátra Bidennek, nem tudom, vagy novemberig, illetve január 20-ig, vagy utána is, meglátjuk. Visszaléptetik augusztusba a demokrata konvención? Meglátjuk. De gyakorlatilag a NATO csúcs minden fontossága ellenére, 32 országról van szó, nem tudja most fölvenni Ukrajnát, mert ebben nem partner jó pár ország, nem csak Magyarországról van szó. Tehát nagyon érdekes. Persze, hogy minden újabb fordulónál tárgyalunk el egymással. Elnézést kérek, ki az, aki eddig Magyarországot kőkeményen támadta? A korábbi holland miniszterelnök Rutte, mi akar lenni? NATO főtitkár, kit támogatnak az amerikaiak? Őt. Mit csinál most? Leül Orbán Viktorral egyeztetni. Zárt ajtók mögött, ahol nyilvánvalóan érdekalapon történik az egyeztetés. És meglátjuk, hogy mi fog történni. Ez meg fogja határozni Rutte sorsát. Ő lesz-e a NATO következő főtitkára, vagy más? Na most tegnap olvasgattam Timothy Snydernek a kijelentéseit, meg tanulmányait, amit az utóbbi időben tett közzé, és körülbelül egy hónappal ezelőtt arról beszélt, ugye ő egy történész, Oroszország szakértő amerikai, és arról beszélt, hogy Oroszországnak ezt a háborút mindenképp el kell veszítenie, hiszen Európa is sorra kerülhet, hogyha ez nem történne meg. Bocs, mielőtt tovább mondja, ez egy baromság. Tehát én megőrülök attól, hogy szobatudósok írnak, én megőrülök attól, hogy naponta kapom, hogy melyik félvie francia, brit, nyugdíjas tábornok milyen baromságokat mond. Egyszer beszéljünk a realitásokról. Jelenleg Európában a NATO 4-től 7-szeres fölényben van szárazföldön, levegőben, vízen Oroszországgal szembe. Kettő volt, egyszer egy Kennedy nevű elnök, én írtam róla egy könyvet, ahol egyszer megkérdezték Kennedy, mi lenne, ha a Szovjetunió akkor elfoglalná Európát. Kennedy válasza az volt, nem tudná élemezni. Miért támadna? Miért nem érti meg ez a szerencsétlen amerikai tudós, hogy az orosz stratégiai cél mindent visszaszerezni, ami visszaszerezhető a volt Szovjetunióból. És pufferzónát fenntartani, nem? Nem értem. Pufferzónát fenntartani. A pufferzóna az egy más kérdés az Ukrajnánál. Erre egy mondat, azt visszatérek. A pufferzónának nem az lesz a lényeg, amit most mindenki kérdez, hogy hol lesz a orosz-ukrán határ. Ez nagyon fontos. Tessék mondani, hol lesz Ukrajna nyugati határa, hol lesz a lengyel határ, a román határ, mi lesz Moldovával, tehát ezek legalább ilyen érdekes kérdések, csak senki nem men átérni vissza. Az oroszok stratégiai célja Bielorusz megtartása, Ukrajnánál megakadályozni a NATO tagságot, Moldova megszerzése. Ez látszik, ehhez nem kell zseninek lenni, ez nem kell amerikai professzornak lenni, de nem megy tovább, mint az volt Szovjetunió határa, mert tudja, hogy az a terület életveszélyes. Egy, valamennyi szomszéd, Lengyelország, Szlovákia, Magyarország, Románia, NATO tagja, tehát ez az azonnali harmadik világháborút jelenteni, az oroszok sem hülyék, ezt nem akarják. Vissza akkor egy kicsit a NATO-hoz, mert ezzel kapcsolatban Stoltenbergnek voltak kijelentései az elmúlt időszakban, méghozzá a nukleáris erők tekintetében. Úgy azt fogalmazta meg, hogy meg kell hajlítani a nukleáris izmait a NATO-nak, egy ilyen képletes képpel élt. Mit szól ehhez, hogy egyébként elkezdődik egyfajta ilyen nukleáris verseny? Ugye többen arról beszélnek, hogy az hidegháborúnak az idejét megidéző verseny kezdődik újra ezen a területen. Is. Megint nagyon érdekes. Stoltenberg október 1-jel nyugdíjban megy. Meglátjuk, hogy ki lesz a utód kettő. Jelenleg a ABC atombakteriológiai fegyverek 90-valány százalékát két ország birtokolja, Oroszország, USA. Körülbelül egyenlő arányban. Van, amikben egyikük, van, amikben másikok. Ha megnézi, és ha valaki egyszer megrendeli, a világ legfontosabb békekutató intézet a stockholmi SIPRI. Minden évben közzé teszi, hogy áll a világ, stb. Milyen a SIPRI utolsó jelentésével? Hogy jelenleg kb. 2200 atomrobbanó fej van készenléti állapotban. Ez a világot sokszorosan el tudja pusztítani. Na most nagy különbség, hogy 5-ször pusztítom el a világot, vagy 7-szer, de aki itt él, annak ez teljesen mindegy. És ki mondja azt, hogy ezek orosz-amerikaiak. Ki mondja azt, hogy 9 atomhatalom létezik, Európában itt van Nagy-Británia, Franciaország, Távol-Kelete, ott van Kína, India, Japán, Kína-India, bocsánatot kérek, Pakisztán, ott van Észak-Korea, és itt van Közel-Keleten Izrael. Ezek az atomhatalmak, több atomhatalom jelenleg nem létezik. Mit ír le problémaként, hogy jelenleg 500 atom töltete van Kínának, és ezt az évtized végére fölemeli 1000-re. Itt tartunk. Tehát ő leírja azt, hogy még több atom töltetet kell, hát úgy mondom, első lépcsőbe helyezni, tehát bármi felhasználhatóvá tenni. Oké, de cserébe az oroszok szintén ilyen gyakorlatot tartanak. Tehát a világ megy közelebb a katasztrófához, és bármi áron meg kell akadályozni ebből a katasztrófából, ne lehessen visszajönni.
Hogyan látja ennek a jövőjét? Ugye volt egy időszak a hidegháború után, amikor még az az utópisztikus, ma már utópisztikusnak ható gondolat is megjelent, hogy le kéne szerelni az összes nukleáris fegyvert, és egyfajta leszerelésnek az időszakának kéne eljönnie, most pedig pont az ellenkező irányba halad a világ. Persze, mert mind a két fél abból indul, hogy nem bízik meg a másikba. Hát, hogy megnézi a Stoltenberg nyilatkozatát, mi van benne, célunk a leszerelés, de amíg Észak-Koreának, Kínának és Oroszországnak atomfegyvere van, addig nem. Mindig lesz atomfegyvere. Tehát ez egy csodálatos dolog. Szereljünk le, oké. A másik csak 10 atomeszközt tart meg, ezzel a világot készbe tudja tartani. Tehát az általános leszerelés egy csodálatos vágyálom, ma a legkisebb realitása sincs, sajnos. Beszéltünk ugye arról, hogy a Krím már nem is jött szóba a svájci békekonferencián, vagy legyen nem olyan nagy erővel, viszont a záró nyilatkozatban az Azovi tengerrel kapcsolatban, illetve a zaporizsiai atomerőművel kapcsolatban megfogalmazták, hogy ezeknek ukrán kézen kellene lennie. Na most ez az a záró nyilatkozat, amit a résztvevő országoknak először a 80%-a aláírt, köztük egyébként Magyarország is, aztán pedig tegnap este olvastam én először azt a hírt, hogy voltak olyan országok, akik elkezdték visszamondogatni ezt a fajta aláírást. Ez kicsit ilyen bohózatnak tűnik. Mi történt itt? Megint nagyon nehéz röviden válaszolni. Mi a lényeg? Csinálnak egy olyan másfél napos csúcsot. Kezdjük Zelenszkivel. Mi volt Zelenszki útja? Párizs. Tárgyal Macronnal, pénzt kér, fegyvert kér, amerikai elnöktől fegyvert, pénzt kér. Ukrajna most két országgal kötött 10 éves biztonságpolitikai megállapodást, japánusa. Tovább megy. Hova megy? Párizsból. Berlin. Ukrán újjáépítés. Horribilis pénzt kér. Hova megy tovább? G7, Olaszország. Pénzt kér, majd innen elmegy a svájci csúcsra. Tehát ő gyakorlatilag szambázik, ha úgy teszik, Nyugat- és Közép-Európa államaiban mindent pénzt kér. Mi történik? Hát az Zelenszkij közle, hogy menjen el Xi Jinping. Na most a Xi Jinping nem szokta meg, hogy egy másod vagy harmadrendű ország képviselje közli, hogy menjen el. Nem megy el, de elküld egy beosztott diplomatát. Erre a Zelenszkij neki ment Kínának. Erre Kína közölte semmi baj, akkor nem megy el. Ettől kezdve Kína és Oroszország elég komoly nyomás gyakorolt országukra, hogy ne menjenek el. 10-valahány ország lemondta a részvételt. Ettől kezdve a résztvevők száma visszaesett. Záró nyilatkozat. Mi van benne, amit ön mond? Ez elfogadhatatlan. Abból nem lesz béke, hogy a Zelenszkij egy 10 pontos tervet kitalál, és követeli, hogy ezt hajtsák végre. Kik nem írják a lánynyilatkozatot? A harmadik világ. India, Brazília, Kína, most nem menjünk bele, hogy Kína mennyire a harmadik világ, Dél-Afrika is lehet felsorolni. Nem írják alá ezt a nyilatkozatot. Svájci csúcs, volt-e bármi értelme? Egy kétnapos PR, egy ingyen reklám Ukrajnának. Egyébként semmi. Mit mond a svájci államfő? Hogy a legközelebbi csúcsra meg kell hívni a oroszokat. Hol lesz a legközelebbi csúcs? Szaúd-Arábia. Szaúd-Arábia már bejelentett, hogy meghívja az oroszokat. Záporizsja. Mi a probléma? Mit mond az ukrán vezetése, a oroszok állandóan lövik atomerőművet? Ki az a hülye, elnézést, aki lövi azt az atomerőművet, amit ő saját maga birtokol? Mit kért Zelenszkij, hogy a nyugat tiltakozzon, amiatt, hogy a oroszok lövik az atomerőművet? Egyetlen ország se tiltakozott, mert mindenki tudta, hogy ukrán vezető hazudik. Még itt akkor beszéltünk arról, hogy a NATO-hoz való csatlakozása Ukrajnának most nem fest olyan jól, itt az elmúlt napok kijelentései nyomán, és az Európai Uniós tagság is ezzel kapcsolatban is vannak új hírek. Ugye Szijjártó Péter azt jelentette be, hogy itt a magyar kérések érvényesültek, vagy a magyar feltételek, miszerint a kárpátaljai magyaroknak magyaroknak meg kell adni azokat a jogokat, amelyek kisebbségként őket megilletik, és úgy tűnik, hogy ezt az Európa a Unió el is fogadta. Önnek most tökéletesen igaza van, néhány megjegyzés. Egy, most először ezeket a feltételeket papíron Ukrajna is elfogadta, hogy mennyit hajt végre belőlük, majd meglátjuk. Kettő, Kárpátalja. Rengeteg magyar elmenekült, rengeteg a helyén maradt, rengeteg embert elüldöztek. Nagyon sok ukrán betelepült, hát ez az ország legbékesebb része, az oroszok ezt a területet nem lövik, mivel a Magyarország felől nem engedjük meg, hogy fegyvert, lőszert, katonát szállítsanak át Ukrajnába.
de az ott lévő magyarok kitartanak. Minden tiszteletem az övék, hogy egy ilyen helyzetben ott vannak. Most úgy néz ki, hogy Ukrajna végre hajlandó végrehajtani azokat a megállapodásokat, amelyeket ő saját maga kötött a világgal, Európával is velünk. Ettől kezdve Magyarország nem vétózza meg az ukrán tárgyalásokat, de volt egy német kancellár, úgy hívják, hogy Scholz, aki azt mondta, hogy beléphet a Európai Unióba, de minden lépcsőn végig kell mennie. Ez sok év. Ukrajna attól, hogy teljes jogú tag legyen, fényévnyire van. Akkor az országban a korrupció, elnézést. Óriási botrány volt, a Zelenszky eddig 246-szor bejelentett, hogy Ukrajnában korrupció, és majd mindig rá egy hétre egy újabb őrületes korrupciós botrány jött elő. Az Egyesült Államok kievi nagykövete bejelentette, Brinknek hívják, hogy jó lenne, ha Ukrajna bajná korrupciót. Elment az amerikai külügyminiszter Kievbe, Blinken, és ő is azt mondta, hogy a korrupció az egyik legfontosabb probléma. Mi volt a ukrán válasz? Nem az, hogy a korrupciót számoljuk föl, hanem aki Amerika barát a kormányba, jelentős részüket kirúgták. Tehát nagyon érdekes az ukrán politika, mindennek nevezhető, csak elvi politikának nem. Hogyan látja egyébként most, hogy az ukrán politika, ha már így fogalmazott, mennyire tud önálló lenni, mennyire inkább csak egy olyan, hát a színjáték lehet, hogy erős kifejezés, de egy olyan dolgot látunk, ami igazából a háttérből irányított valamilyen szinten. És most láttam egy, ugye Demko Attila adott egy interjút, és abban arról beszélt többek között, hogy a svájci békekonferenciáról kérdezték őt is, hogy a nyugat mindvégig akadályozta egyébként a békekötést a felek között, és hogy a Bucsa a nyugat manipulációja volt a háború folytatására. Ugye nyilván, hogy eltelik egy év, másfél év, ezek után az események után visszanézve tudjuk már elemezni azt, hogy mi történt akkor. Hogyan látja ezt az egészet? Tehát, hogy ha Biden marad az elnök, ha Trump lesz az elnök, milyen forgatókönyvek állnak? Kezdjük az elején, Demko Attila egy hihetetlen tehetséges, nagyon jól képzett biztonságpolitikai szakértő, kedvő Bucsa. Hát azért néhány furcsaság volt. Én nem akarok belemenni, mert a ukránok így se szerelmesek belém, de amíg mondok egy-két mondatot, akkor még kevésbé lesznek. Azért látszott, hogy a kiterített hullák a főutcán elkezdtek mozogni. Na most a hulla, amennyire én tudom, ritkán mozog. Következő megjegyzés. Itt mind a két fél pofátlan piárháborút mond. Ma reggel megnéztem, az ukránok azt mondják, hogy eddig meggyilkolták 520-valahány orosz katonát a töredékét. De ezt mondják, oroszok ugyanígy hazudnak. Tehát itt rendkívül nehéz megmondani az igazat. Megállapodás. A háború kezdetén a két fél megállapodott, hát ez ma már nyilvános, olasz volt, hogy a Krím tisztel 20 évig orosz marad, a négy terület, ahol orosz többség van Donbászban, ott Svájc dél-tiroli típusú autonómiát kap. Hát én elég sokat éltem Dél-Tirolba, azért erről egyszer boldogan beszélgetnék, hogy dél-tiroli autonómia Donbászban a lehetetlenséggel határos, de ez most egy más kérdés. Majd megjelenik a brit miniszterelnök, akit még irigyeltem, mert csodálatos haja volt, nekem soha olyan szép hajam nem lesz, mint Boris Johnsonnak, aki azt mondta, hogy egy Putyin háborús bűnös, kettő a háborút folytatni kell, három nem írhatják alá a megállapodást. És a háború folytatódott. És hol van most a brit miniszterelnök? Fésüli a haját. Tehát ez egy de szeretne visszatérni. Azért nagyon érdekes, hogy a bukott politikusok jelentős része szeretne visszatérni. 100-ból egynek adatik meg, hogy visszatérhet, majd meglátjuk a mostani választásokat. A Boris Johnsonnak most a visszatérési esélye valamivel kevesebb, mint nulla. Tehát most semmi esélye sincs. Itt tartunk jelenleg, és a háború folytatódó, a Zelenszky mozgástere kicsi. Elnézést kérek, ahhoz, hogy működjön napi 100 millió dollár kell a költségvetésbe, csak ahhoz, hogy működjön ebbe a hadsereg, nincs benne. Tehát ő függ abszolút három központtól, Washington, London és Brüsszel. Ezzel tökéletesen tisztában van. Azzal is, hogy amíg ő kormánya van, addig szabadon lophat. Magyarországon én mondtam ki először, hogy a oda menő pénz egyharmadát ellopják. Óriási kritikát kaptam, hogy merek ilyet mondani. Majd az amerikai képviselő az ugyanezt kimondta, attól kezdve nem kapom a kritikát. Ami pénzt odaadunk, ellopják, zárójel a harmadik világban, bárhova adok pénzt, ellopják. Ugyanezt történik Ukrajnában, ebben semmi különös nincsen. Amerika részéről lát már bármilyen szándékot a békekötésre? Tehát, hogy már lezárnák ezt a háborút? Két párt stratégiai koncepciója más. A republikánusoknál Trumpi koncepció egyértelmű, fölhívom Putyint, megállapodok, utána fölhívom Zelenszkijt, vagy azt csinálja, amit mondok, vagy nincs több pénz. Következő, ettől kezdve Zelenszky nem kap több segélyt, csak kölcsönt kap, amit vissza kell fizetni. Van az ügynek egy szépséghibája, ami Ukrajnába érték, azt már fölvásárolták a nyugatiak.
földtől kezdve. Mit mondanak most amerikaiak, hogy Ukrajnában földben van 12-től 14 ezer milliárd dollárnyi érték. Nyersanyagok, stratégiai nyersanyagok és a többi. A kérdés az, és amit mondok nagyon csúnya, egy politikus nem mondhatja, hogy ki fogja kirabolni Ukrajnát, a nyugat vagy a oroszok és kínaiak. Ez a kérdés. Egy tény, ez az érték nem fog megmaradni ukrán kézben. Na, még visszatérve itt a csúcsokra, ugyanis G7 csúcs is volt itt az elmúlt napokban, és egyébként a világgazdaság, ezt most csak én színesnek hozom, összeszedte azt, hogy akik részt vettek ezen a G7 csúcson, vezetők, mennyire népszerűek a saját hazájukban. Ugye Joe Biden, Rishi Sunak, Emmanuel Macron, Olaf Scholz, Justin Trudeau, és a japán kormányfő, akinek egyébként szintén mélyponton van népszerűsége. Szerintem a Melonit hagyta ki. És így van, de a Meloni-t azért hagytam ki, mert a cikk szerint is, és erre szeretnék majd rákérdezni, Meloni az egyetlen erős vezető a G7 csúcson. Ő az, aki most az EP választáson is megerősítette, úgymond a saját pártjának az erejét, tehát megmutatta, hogy az emberek támogatják, és úgy tűnik, hogy Európában is egy komoly politikussá válhat. G7. Hát ez egyszer G8 volt, csak oroszokat kizárták. G7. Biden öreg, beteg, szennélés. Hagyjuk most a Kanadát és Japán, mert túl messze van. Belemeltünk, de messze van. Brit miniszterelnök a bukás szélén van. Most lesznek a nagy-britániai választások, 99% hogy megbukik Franciaország. Macron pozíciója katasztrofális. Az a politika, amit folytat a francia társadalom számára elfogadhatatlan jönnek, de az összes baloldali francia párt tegnap összeállt, hogy együtt lépnek föl a mostani rendkívüli választásokon, ha úgy tetszik a jobb oldallal szemben, meglátjuk, hogy mi lesz. Ez egy új helyzet. Olaszország. Meloni viszi a prímet. A választásokat Olaszországban Meloni, Franciaországban Le Pen nyerte meg. Németország. Hát tegnap előtt éjjel volt 3 órás rendkívüli ülés a szociáldemokrata pártnak, hogy valamit csinálni kell. Mi a megállapodás? A kormányban szozdemek legyenek határozottak. Oké, de 3 párti kormány van. Van egy 5%-os liberális párt, amelyik állandóan követel, élén a pártelnök pénzügyminiszter Innerrel, és van egy zöld párt, amelyik a kettő szakadás szélén van, mint mindig történelmében egy alkancellár gazdasági csúcs miniszter Habeckkal. Nekem rendkívül érdekes volt, a szociáldemokrata párt mai legnépszerűbb embere a semmiből előkerült védelmi miniszter Pistorius. Rátérhetünk, de kár az időérő, nem lesz első ember, legalábbis most úgy néz ki. Scholz bejelentett, hogy ő akar kancellár jelölt maradni a jövő őszi választásokon. Ez is messze van, meglátjuk. Tehát a G7 vezetői és önnek ebben van igaza, rendkívül mértékben meggyengültek. Hogyan látja egyébként Meloninak a politizálását? Nagyon nehéz helyzetben van, mert Olaszország a világ egyik legeladósodottabb országa. Ő függ attól, hogy Brüsszel, ennek megfelelően mindent megtesz, hogy a von der Leyennal a személyi kapcsolatait javítsa. Von der Leyen tegnap nem választották meg az Európai Unió élére. Lehet, hogy meg fogják választani. Komoly erők vannak mögötte, komoly erők vannak ellene. Meloni ebben a kérdésben ügyesen taktikázik, mert tudja, hogy az olasz gazdaság a mélyponton van. De ugye Melonival kapcsolatban sokszor el szokták mondani Olaszország szakértők is, hogy azért olyan szempontból fogható vezető, amit ön is említett, hogy Olaszország eladósodott, és ezért hát nincs sok adukártya úgymond a kezében. Mit gondol, hogy hagyják, hogy ő most karakteres politikusként akár az európai politikát is irányítsa, vagy hát az irányítás az túlzás, de hogy alakítsa, és ha esetleg olyan dolog lenne, ami nem tetszik, akkor majd a kezére csapnak? A válasz az, hogy igen, ő megadta a választ. Meloni nincs abban a helyzetben, hogy megpróbálja Európát vezetni. Ezt próbálja meg Scholz sikertelenül, Macron sikertelenül, Meloni nincs az asztalnál. Jelenleg rendkívül komolyok a olasz-francia ellentétek, ez soha senki nem elemzik ki. Bocsánatot kérek, Líbia. Olaszország az egyik felet támogatja a polgárháborúba, a franciák a másikat. Megint durva, amit mondok, nem elvi alapú, mind a kettő Líbia ásványkincseit akarja megszerezni. Rendkívül érdekes, oroszok. 2 nappal ezelőtt fölvették a diplomáciai kapcsolatot Líbiával, nagykövetség Tripolival, konzulátus Benghazival és a Haftar támogatják. Tehát nem elvekről szól a mai világpolitika, érdekekről szól, nyersanyagokról, pont. Németországra még vissza szeretnék térni, de akkor, hogy lezárjuk itt az orosz-ukrán kérdést még egy Ukrajnával kapcsolatos hírrel
hadd kérdezzek meg. Kanada nem úgy véli, hogy nem megfelelő az idő arra, hogy visszaküldje katonai kiképzőit Ukrajnába, tekintettel más NATO tagországok óckodására egy ilyen lépéstől. Mennyit számítanak ezek a kiképzők? Ugye most Franciaország tekintetében beszéltünk többet a kiképzésről, meg az embereknek a küldéséről, hogy főleg szakemberek küldéséről. Mit jelent ez Ukrajna számára? Gyakorlatilag azt, hogy amióta Ukrajna 91 óta ott vannak a nyugati kiképzők, csak nem hozták nyilvánosságra, a 2014-es krimi háború óta kőkemény ott vannak kb. 4000 nyugati kiképző, tehát új nincs a nap alatt, az új az, hogy bejelentem-e vagy sem, jelenleg is ott vannak britek, amerikaiak jó páran is kiképzést csinálnak. Emellett pedig megjelent az a hír, hogy katonai alapképzést kaphatnak az ukrán középiskolások. Nyilván itt mindenki, akinek bármi köze van a gyerekekhez, az felszíszen ilyenkor, hogy mi folyik itt, vagy mi folyik Ukrajnában, mi zajlik itt. Úgy tűnik, hogy Ukrajna még hosszabb időre rendezkedik be? Úgy tűnik, hogy Ukrajna nem akarja a békét, mert a békében mindent elveszít. Ha béke lesz, a Zelenszkij röpül, ettől kezdve vagy bíróság elé állítják, vagy elmenekül. A kérdés az, ha vagyonát befagyasztják-e. Tehát mindaz, ami Ukrajnában történt az elmúlt 2,5 évben, az mindennek nevezhető, csak jogilag korrektnak nem. Tehát nyilvánvaló, Zelenszkij hosszú távon kiszolgálja a nyugati érdekeket, mert ez életben maradásának a feltétele. Na, de ezt nem tudja a végtelenségig csinálni. Tehát ha más nem, akkor maga az ukrán nép fogja azt mondani egy idő után. Az ukrán nép nincs abban a helyzetben, megint csúnya, amit mondok, mert Ukrajnában az ellenzéket szétverték, az orosz barátpártokat a parlamentből kitiltották, rádió, tévé, újság csak olyan lehet, ami Zelenszkijt dicsőíti, tehát ezt ma csak nyugatról lehet indítani. Ettől függetlenül az ukrán népben az elégedetlenség megnőhet egy idő után. Igen. De a kérdés az, hogy ezt az elégedetlenséget támogatja a nyugat, igen vagy nem. Ha igen, akkor röpül Zelenszkij, ha nem, akkor szétverik a népet. Zelenszkij után lát bármilyen politikust egyébként, nem. Aki egy most... Egy személy diktátornál nincs ilyen. Aki szóba jöhet, azt ő félreállítja, mert tudja, hogy konkurens lehet. Ilyen volt a hadsereg főparancsnoka, akit leváltottak, mert kimondta az igazat, mert népszerűbb volt, mint ő, házi őrizetbe tették, majd elküldték Londonba nagykövetnek. Na, még egy hír akkor Putyin és Észak-Korea kapcsán, ugyanis a nyugat aggodalmát fejezte ki, sőt, felszólította Putyint, Vladimir Putyint, Oroszország elnökét, hogy Észak-Koreával ne fűzze szorosabbra a kapcsolatot annál, amilyen most. Tessék mondani, abban a helyzetben van a nyugat, hogy felszólíthatja Putyint? Hát nem értem. Tehát ezek profi politikusok. Hogy a csodába csinálnak olyat, aminek első perctől tudják, hogy a világon semmi értelme nincs? Putyin, őt most bűnösnek nyilvánították, és elfogadó parancs van ellene. Most két országban megy el, Vietnámba és Észak-Koreába, és mondott egy szót. Ezt a szó úgy hangzik, hogy agenhöhe. Ezt a szót Kohl kancellár mondta, azt jelenti, hogy szemmagasság. Mit mond Putyin, hogy akivel tárgyalok, az ugyanolyan, mint én. Ez ugyanúgy nem igaz, mint Kohl alatt. De ez azt jelenti, hogy nekem, mint Putyinnak egyenlő partnerem Vietnám, és egyenlő partnerem Észak-Korea. Ebből se igaz egy szó se, de jól hangzik. Ha ő megnézi, Észak-Koreában olyan előkészületeket csinálnak, mintha jó Isten érkezne meg. Hiszen az, hogy Észak-Koreában egy orosz pártfő... titkár, államfő elmegy, a államfőn a hangsúly. Ez egy új dolog. Mit fogod adni? Olyan technikát, ami Észak-Koreának nincs. Mit kap meg? Azt a mennyiségi fegyverzetet, ami Észak-Koreának megvan, amit ő az ukrán fronton fel tud használni. Tehát azt, hogy a nyugat milyen felszólítást tesz közé, egy pütyű rá Putyin, kettő el se olvassa. Mennyire veszélyes a nyugat számára, akár Európa számára ez a Putyin-észak-koreai barátság? Gyakorlatilag azt jelenti, hogy Oroszország korlátlan fegyverekhez jut, ettől kezdve a frontokon a orosz fölét meg tudja tartani. És Észak-Korea szempontjából? Észak-Korea megkapja azokat a hadi anyagokat, amiek szükségesek a koreai rakétaprogram jövőjéhez, emiatt Dél-Korea öröngeni fog, ez megint senkit nem érdekel, és Dél-Korea tudja folytatni a kapcsolatai. Tudom, hogy nincs idő Koreáról beszélni, de mi a koreai cél? Nekem atomfegyverem van. Miért? Hogy a hatalmamat megvédjem. Meddig kell atomfegyver? Amíg a nyugat nem garantálja, hogy én, mint félhülye kommunista rendszer hatalmon maradhatok. Rendkívül érdekes. Mi a kínai jelv? Semmi baj. Jöjjön koreai egység. Csak ne USA vezetéssel, ne Pentagon vezetéssel, ne CIA vezetéssel és ne dollárral. Akkor mivel? Mit mond Kína? Ha baj van, bemegyek Észak-Koreába, elfoglalom a rakétabázisait és atomtölteteit.
Oké, mi a megoldás? Mondok egy nagyon csúnya mondatot. Volt egyszer egy német egység, hogy az öt kelet-német kommunista tartomány belép a sikeres kapitalista NSZK-ba. Van egy vietnámi egység, hogyan? A sikeres észak-kommunista Vietnám lenyeri a sikertelen délt. Ez egy-egy, hogy lesz a koreai egység? Nem tudom megmondani. Szerintem a világon senki nem tudja. Lesz koreai egység? Igen, mikor? Passz. Olyan úgy tűnik egyébként, mintha a nyugati rendszert, vagy a hegemóniát ilyen túlterheléses támadás érné, nem? Tehát itt van Ukrajna Oroszországgal, ott van a Közel-Kelet, Izrael és a Hamász, aminek egy másik hadszínter egyébként a jemeni Huszik a Vörös-tengernél, ahol szintén nem sikerült igazából még rendet tenni, és akkor Iránról ne is beszéljünk, aki az atomprogramban olyan előre haladott állapotban van, hogy szinte bármelyik nap bejelentheti, hogy megvan az atombombája. Nem ott van fogja, Afrika, nem fogja bejelenteni. Titokba fogja tartani, de ott van Afrika, és akkor még itt van a csendes-óceáni térség, ahol pedig ugye Észak-Korea megerősödik, ezzel fenyegeti egyébként Japánt, Koreát. Hogy lehet ennyi helyen helytállni? Előbb egy hülye választ adok, aztán próbálok értelmeset. Most van 11 óra 8 perc. Hány órakor kapom holnap reggel a reggelit, ha itt maradok és erre válaszolok? Szörnyű nehéz, amit tetszik kérdezni. Egy, jelenleg kb. 30 helyi háború van. Kettő, ezek közül három kiemelt. Orosz-Ukrán, Gáza, Tajvan. Három, Észak-Korea ma teszik vagy nem teszik Kína vetülete, csak azt teheti meg, amit Peking enged. Négy, minden egyes észak-koreai rakétakísérletnél értesítik előre Pekinget. Peking azonnal emeli a telefont és értesíti Washingtont. Tehát nagyon érdekes. Öt, volt egyszer egy Obama nevű amerikai elnök, aki azt mondta, hogy ettől kezdve az amerikai politika fő hadszintere a csendes óceán, nem a NATO, nem az Atlanti térség, ez azóta is megmaradt, csak mi úgy csinálunk, mintha ezt elfelejtettük volna. Európa leértékelődött, nem merjük kimondani. Abban a percben, hogy október 7 elkezdődik a gázai háború, az USA stratégiába első helyre kerül Izrael, és az egész orosz-ukrán háború háttérbe kerül. Zelenszky örjön, mit mond, kéri azt a vaskupola rendszert, ami Izraelnek van, kiröhögik. Tehát nagyon-nagyon érdekes. Ön azt kérdezi, hogy mai globális erőviszonyok. Igen, három globális játékos van, egy első helyen álló, de csökkenő hatalommal rendelkező USA, egy följövendő Kína és egy rendkívül fura helyzetben lévő Oroszország. Mit csinál a orosz tőzsde? Kitiltja a dollárt, eurót, ettől kezdve kínai valutába és rubelbe üzletel, ettől kezdve a dollár értéke csökken. Mi történik a Perzsöbölbe? A két ősellenség, Irán és Szaúd-Arábia úgy békül ki, hogy Kína békíti ki, ettől kezdve juanba kereskednek, és nem amerikai dollárba. Hihetetlen érdekes. Új helyzetek vannak. Ön azt mondja, hogy huszik, igen, de a huszi lázadók Irántól kapnak fegyvert, a nyugat odaküld katonákat, állandóan bombázzuk őket, a világon semmi értelme nincs, büszkén bejelentjük, hogy megöltünk 5 huszit, 20 áll a helyére. A huszik évtizedek óta háborúban állnak, az, hogy van 5 halottjuk, ez a hiba határon belül van. Mit csinálunk úgy, mintha győztünk volna? Közelében nem vagyunk ott sem a győzelemnek. Túszokat ejtenek újabban a huszik, tehát ENSZ munkásokat ejtettek. Mire felszólították őket, hogy engedjék szabadon, ha megteszik, akkor nyilván nem barátságból teszik, de hát ez a világ mindig így működött. Pont. Maradt még egy kis időnk, úgyhogy akkor Németországról hadd beszéljünk még egy picit. Boldogan. Jó. Ugye itt az európai parlamenti választások után, hát Németországban is megrendült egy picit a belpolitikai rendszer, bár eddig mi többször beszéltünk már arról, hogy eddig sem volt túl jó állapotban, igen, de most kaptak egy plusz jelzést a német polgároktól, hogy azért nem teljesen erre számítottak valószínűleg. Hogyan látja, hogy Olaf Scholz írhat ki előrehozott választásokat ennek nyomán? Elvileg igen, gyakorlatilag nem. Kezdjük az elején. Előrehozott választás Németországban nincs. Most ha van itt egy német szakértő, kijavít, hogy van. Igen, ha. Mi a ha? Ha előtte a választások előtt megválasztják az új kancellárt, a Weimári köztársaság azt bizonyította, hogy Németország végig ingatag bizonytalan helyzetben volt. Ezért 1949-től csak úgy írhatok ki választást, csak úgy váltatok le kormányt, ha előtte megválasztom az új kancellárt. Bocsi, na most ettől kezdve jön az a játék, amit úgy hívok, hogy politika. Milyen erőviszonyok vannak a német parlamentben, ami 3 évvel ezelőtt volt? Van egy 1%-kal SPD vezet a CDU-CSU előtt. Mondom a következő. Tessék mondani, biztos, hogy a következő választás megnyeri a CDU-CSU? Most megnyerte? Egy feltétellel igen. Ha Bajor párt a CSU 5% fölött ér el, de a Bajor párt
egy párt a 16 tartományból. Egy tartományba indul. Ha ő nem éri el az 5%-ot, akkor a szavazat elvész. Hiába ért el Bajorországba 35-42%-ot, a kutyát nem érdekli, mivel 5% alatti párt lesz, elvész. Tehát nagyon trükkös a helyzet Németországban. Következő megjegyzés. Konrad Adenauer óta először van hárompárti kormány. Ez a hárompárti kormány a működésképtelenség szélén van. Mi fog történni? Kiírhatom a választást? Igen, ha választok új kancellárt. Kit? A CDU-ból? Hát az árulás. A CDU-ból úgy lehetne választani kancellárt, ha melléjük állna az AfD és még két párt. Ennek a valószínűsége kicsi. Szózdemek, nem őrültek meg, hogy most a választást írjanak ki, hát elvesztik. Tehát mindenki készül a jövő évi őszi német választásokra. Ki lehet írni választást? Igen, csak a politika szempontjából értelmetlen. Németországban új választást írtak ki 1982-ben, amikor nagyon csúnyán megbuktatják Helmut Schmidtet és belép Helmut Kohl. Én arról írtam egy könyvet, nem akarok rátérni, hihetetlen érdekes. Ha valakit érdekel, a világ egyik legszebb búcsú beszédét mondja el Helmut Schmidt, nézze meg, csodálatos a beszéd. És Kohl nyer. Hogy? Hogy a FDP átáll. Az FDP annyiszor átáll történelme folyamán, és mi a következő lépés? Hogy ő elég karakán ahhoz, hogy kérje a választásokat, és megnyeri. Említette az előbb, hogy Boris Pistorius az egyik legnépszerűbb a kormánypárton belül, mint személy a polgárok körében. Igen. Miért van? Meg tudja mondani ennek az okát? Az előbb nem akartam rátérni, de hát Boris Pistoriusnak a kijelentéseiből legalábbis a magyar médiának az inger küszöbét azok ütötték át, hogy Németországnak készülni kell, akár Oroszországgal szemben is a háborúra felkészültnek kell lenni. Ugye a sorkatonasságról is beszélt többször Boris Pistorius. Mi az, ami őt népszerűvé teszi Németországban? Szörnyű nehéz a kérdés, próbálok válaszolni. Az elmúlt német védelmi miniszterek mindegyike alkalmatlan volt. Ursula von der Leyennel együtt. Ursula von der Leyennél előjött a korrupció. Az utolsó német védelmi miniszter egy hölgy volt, elképesztő ügyeket csinált, pont. Jön Pistorius, nem korrupt, ez már egy óriási dolog. Mindent megtesz, hogy megértse a német hadsereg problémáit, ez is egy óriási dolog. De ezért nem szakértő. Mit mond? Be kell vezetni a sorkatonai rendszert. Majd fölmérés van. És kiderül, a német fiatalok 10%-a hajlandó elmenni katonának, 90% azt mondja, a kötelező katonai szolgálat lesz, szociális munkát vállalok, az ugyanannak egyenértékű, és véget vetek ennek. Pistorius. Ő egy rendkívül gyenge kormány legnépszerűbb embere. A szociáldemokrata pártban ő ma a legnépszerűbb, de a német vezetők megdöbbenve nézik azt, hogy Pistoriusnak, mint kancellárnak semmi esélye nem lenne. Ő egy tartományi politikus volt, akit kiemeltek védelmi miniszternek. Elnézést, nem ő igazán jó, a többiek nagyon gyengék. Hát a német egészségügyi minisztertől már menekülnek az emberek, és még néhány példát lehetne mondani. Hogy áll a német gazdaság, és mennyire érzik már az emberek azt, hogy probléma van? És ezt azért kérdezem, mert tegnapi hírek alapján Olaf Scholz is gondolkodóba esett egy-két szankcióval kapcsolatban, hogy azért ők ezt jobban megvizsgálnák, mielőtt rábólintanak, hogy mit jelent ez a német gazdaság számára, és azonnal megkapták azt a jelzőt, hogy olyanok, mint Magyarország, vagy Magyarország szerűen viselkednek, mert hogy ugye Magyarország szokta a saját érdekeit előtérbe helyezni több esetben. Tehát már ott tartanak a németek, hogy miközben ők egyébként nagyon jó európaiak akarnak lenni hagyományosan már évtizedek óta, még ők is elgondolkodnak azon, hogy ezek az európai szankciók mennyire hatékonyak. Nagyon nehéz, mert teszik kérdezni, szinte lehetetlen röviden válaszolni. Próbálok pontokba. Volt egyszer egy Helmut Kohl, aki azt mondta, hogy a német egységnek két oldala van, az érmének két oldala van, a német egység és az európai egység. Hát ha egyszer erről kapnék csak 5 percet, hogy erről beszéljünk, csodálatos volt Helmut Kohlnak ez a mondata. Második mondat. Az év első negyedévében Németországban 5900 cég ment csődbe. Ez katasztrófa. Harmadik mondat. Mit mond az összes ma élő amerikai elemző? Európa alapja, hogy a német high-tech együttet tud-e működni az orosz olcsó nyersanyaggal? Nem tud. Északi áramlat 1-2-t fölrobbantották, Európa és Oroszország közti kapcsolatokat mélypontra vitték.
Ettől kezdve a német gazdaság pozícióhátrányba került. Scholz hol volt 3-4 hete Pekingbe, ahol nem tudott megállapodni a gazdasági kérdésekről, ahol kiderült, hogy Kínába, csak Kínába több Mercedes-t vesznek, mint Európa egészébe. Tehát szörnyű nehéz a dilemma, amit ön is kérdez. Ma a német gazdaság válságban van, és nem akarja a következő szankciós csomagot megszavazni. Persze, hogy nem akarja, mert a német gazdaság a német érdekeket képviseli, és a német politika feladata a német gazdaság képviselete. Itt tartunk most, tele van Európa problémával. Ez a Scholzi fordulat, ami fordulatnak tűnik innen, igen, ez éppen, hogy az európai parlamenti választásoknak a következménye már? Tehát, hogy ott érezték azt, hogy a polgárok elégedetlenek ezzel a fajta politikával, tehát most akkor ők is, nekik is változtatni kell, illetve váltani? A válaszom az, hogy ennek minden kérdése jó, de egy megjegyzés. Ön azt mondta, hogy a német polgárok elégedetlenek. A szociáldemokrata párt történelmének legsúlyosabb vereségét szenvedte most el. Tehát ez több, mint elégedetlenség. Elegük van a szociáldemokratákból. Hát ha megnézem a szociáldemokrata párt vezetőit, nem akarok végigmenni. Elképesztően középszerű emberek. Van köztük tehetséges, de annak nincs diplomája. Ő nem vállal a kormányzati pozíciót. Scholz már bejelentett, hogy ő akar maradni jövőtől újra a kancellárjelölt. Tehát magyarul a szoci, hol van ma egy Willy Brandt, hol van egy Helmut Schmidt? Én mindig elmondom, amikor egyetemista voltam, hárman írtak egy könyvet. Nekem otthon megvan, az volt a cím, hogy a politikához egy vízió kellenek. Ki írta a könyvet? Willy Brandt. Hol van ma egy Willy Brandt? Olaf Palme, hol van? Bruno Kreisky, hol van? Hol vannak a víziók? Mit mondott annak idején Schröder, hogy akinek víziója van, menjen orvoshoz? Ez is egy válasz, csak ez egy más válasz. Tehát ma a német szociáldemokrácia mély válságban van, nem tudja feladatát teljesíteni. Nem akarok szemét lenni. Tessék mondani, az SPD-nek van egy alapítványa, a Friedrich Ebert Stiftung. Ki tudja, hogy Budapesten milyen rendezvényei vannak? Szörnyű nehéz. Nagyon szépen köszönöm, Nógrádi György, biztonságpolitikai szakértő volt velünk.